A Sherlock Holmes Don Quixote, akkor ő Sancho Panza. Watson mellett Daisy, a mosogató lány súrolja a padlót, mint az életemben. Elkezdődött a Sherlock Holmes a Sátán kutyája című darab olvasó próbája. Az előadás rendezője, Szente Vajk, igazán progresszív gondolatnak tartja a nyíregyházi társulat részéről, hogy színpadra állítja a művet, ugyanis véleménye szerint a Sherlock történetek felfedezetlen terepnek számítanak a teátrumok világában. A krimi izgalmas cselekményt és rengeteg humorforrást ígér. Sir Arthur Conan Doyle világhíres detektívéről van szó, aki azt is mondhatnám, hogy megreformálta a nyomozónak a képét, de szinte inkább azt mondom, hogy megteremtette. Azt lehet mondani, hogy azok a nyomozók, detektívek, akik most láthatók televízióban vagy filmvásznon, mind ebből az alapból táplálkoznak, úgyhogy a krimi balettje, hogyha így fogalmazhatok, akkor Sherlock Holmes. És a Sátánkutyája valóban az egyik legismertebb krimi, amit valaha írtak, és ezt egy Ken Ludwig nevű nagyon A-osztályos, nagyszerű szerző írta össze 5 színészre. A színházi darab különlegessége tehát ez lesz, hogy a főszereplő Sherlock Holmes és segédje Dr. Watson mellett mindössze 3 színész alakítja majd a többi szereplőt. A nyíregyházi előadás főszereplője Horváth Sebestyén Sándor, aki arról is mesélt, hogy a környezete szerint igazán testhez álló szerep számára Sherlock Holmes karaktere. Nem voltam olyan nagy rajongója, 1-2 meg volt. Gyerekkorom nagyon régen, úgyhogy most ezeket fel kell majd újra frissíteni. De nagyon vonz mindenfajta szempontból a krimi, mint műfaj maga. A színpadon összesen 35 helyszínt mutatnak be az előadás alatt. Szente Vajk legutóbbi és egyben első nyíregyházi rendezése a Hello Dolly című musical volt, amely az évad utolsó bemutatójaként igazi közönségkedvenc lett áprilisban. A következő évadban újít a színház vezetése, a próbák nem augusztus végén, szeptember elején kezdődnek majd a nyíregyházi teátrumban. Korábbi évadokban ez volt a megszokott, hogy az első bemutató az évad elején kezd el próbálni. Én átgondoltam ezt a dolgot, mert úgy éreztem, hogy túl kevés szabadnapunk van bérletszünetes előadások bemutatására, és egy megoldást találtam, hogy a május hónapban, ami a korábbi években egyáltalán nem volt próbaidőszak, hamarabb elkezdjük a próbát, és ennek a előrehozott próbakezdésnek a segítségével egy hónappal korábban meg tudjuk tartani az első nagyszínpadi bemutatónkat. Így a 2017-2018-as évadban az első bemutató a Sherlock Holmes a Sátán kutyája című előadás szeptember 9-én lesz. Ezzel egy teljes hónapot nyer a színház, amely időszak alatt bérletszünetes produkciókkal készül majd a társulat.